kívánok. Hát az Alamegyének eddig három híres szülöttje volt. Deák Ferenc, Kispaludi Stróbi Zsigmond és Bödös Tibor. Most már itt van a negyedik Nemesházi Péter, remélem, hogy mindenki csodálatosan fogja élvezni a kiállítást, és mi nagyon nagy szeretettel jöttünk Eszterre, mert nagyon szeretjük a Pétert, és próbáljuk egy kicsit így a megnyitót így frissé tenni, és mindenkit nagyon szeretettel puszilom. Hát mindenkinek vannak álmai, tényleg is. Láttam a jövőmet, és semmit sem bántam. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy dalban. És ha szeretnék, elszállok innen. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? Miért ne adjak dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal most száll. S lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem. Mi az, amire szívem vár, mégis szállok egy dallon. Magasan repülök most felé, neked adom e dalt, és vele együtt a szívem is tiéd. Csalódtam sokszor már, és sok mindent vártam. A mélyből én inkább a magasba vágyom. Hiába mondanád, nem hiszel bennem. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? Miért ne adjak dalban szárnyat az egész világnak? Igen, várok rád. Van elég erő a szívemben, csak nem adom fel. Ne is kér, ezt nem teszem, mégis harcolok, érted? Küzdeni fogok, míg bírja szívem, nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell, küzdeni kell. Köszönöm szépen. Akkor Orodi Eszter. Jó estét kívánok! Ne menj el szegény, mert most egy dolgot szeretnék tőled megkérdezni, ami most eszembe jutott, itt vagyunk, hogy te a Petit honnan ismered végül is? Én a Deák téren ültem egy padon, és oda ült mellé. Olyan? Hát szerintem általad. Általad? Igen, igen. Mert a Petit én onnan ismerem, hogy jó pár évvel ezelőtt egy filmet forgattunk, aminek Haj már meg volt a címe. Hát nem sok nézőhöz jutott ez el, de végül is mindegy is. És abban a Peti egyszer elvitt engem Nyíregyházáról Budapestre. Salgótarjánba. És még ráadásul... Nem ugyanaz. Nem igaz. Nagyon tévedsz. Nyíregyházáról Tarjánba ment. Igazad van. Hát akkor Salgótarján és Nyíregyháza, igaz, csak Budapest nincs benne. Így, tehát Nyíregyházáról Salgótarjánra egy nagyon kalandos, sötét éjszakai úton, még Kulka János volt az autóban, és hát hihetetlenül kalandos volt ott a megismerkedésünk. Nem találtuk meg a szállodát egyáltalán, és viszont rengeteget beszélgettünk abban három órában, amit ott eltöltöttünk. Tehát, hogy azt még el szeretném mondani, hogy mi, a Szabolcs, én, meg ugye Áron, mi egyikünk sem gyakoroljuk ezt az énekes és zenés hivatást professzionálisan. Mátyási Áron, ő filmrendező, ő rendezi például az Aranyélet című sorozatnak az egyik rendezője Digazsombor mellett, és hát Szabolcsal sem szoktunk sokat fellépni, zenélni, bár
A következő kapcsolódási pont Petihez az az, hogy amikor néha koncerteken mégiscsak előfordulunk, akkor ő ezt rendszeresen meglátogatja, sőt, mi több, ott rengeteg fényképet is készít, úgyhogy lehet, hogy egy következő kiállítás majd a koncert felvételekben fog készülni. Na jó, most már be is fejezem, én csak azt szeretném mondani, hogy a három dal, amit hallani fognak, semmi köze nincs egymáshoz, tehát, hogy mindenki, amit tud, azt adja elő. Szabolcs, ezt a karamell számot gondolta. Én egy ilyen régi Trabant alias Balaton számot fogok most elénekelni. Ezt vagy ismerik, vagy nem, de hát majd kiderül. Na jó. Erről van szó. Köszönöm. Még hangnemben is van nagyjából. Ramaszhatatlan szív, hív magához, szív magához, felejthetetlen ív, körbe táncol, magához láncol, unatkozhatnék is, de most az ba-da-da-da, ba-da-da-da.
Nos, hát akkor megnyílt a kiállítás, akkor úgy tűnik, hogy akkor el lehet kezdeni élvezkedni a képek bűvöletében, igazából a Gondolkodtató Varázslat címe ugye magyarul a kiállításnak, úgyhogy, és Szabi hozza a welcome drinket. Tényleg mindenképpen érdemes megnézni percekig a képeket, tehát hogy tényleg van mit mesélniük amúgy. Igazából nem elkezdjenek, hogy csak három percekig órákat nézegettem ezeket a képeket, amíg ilyenek lettek, meg próbálgattam tényleg ezermillióféle formában. De jó. Hát akkor gyerekek, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor induljon a buli! Köszönöm, hogy Sziasztok! És köszönöm szépen a szüleimnek, anyukámnak, apukámnak, akik támogattak az életem sorsának ilyen meglétében, a nővéremnek, az élesztőnek, ifjú Balázsnak, akivel éjfélig pakoltuk ma a képeket, és még ma délután 4-kor is itt a fényeket csináltuk. És mindenkinek, aki valamit is hozzátett az egészhez. Köszönöm szépen, és akkor hajrá, élvezzük! Láttam a jövőmet, és semmit sem bántam. Lelkemben mindig ott volt valami dallam.